Csákány szasztok, barátaim! Elérkeztünk a Steam Brew trilógia harmadik részéhez. Mi szerint összerakom nektek, hogy lássátok, a három hasonló steampunkos sörből. Jó lenne, hogyha be tudnék szúrni egy képet, ha lenne hozzá megfelelő vágóprogramom. Az előző kettőt megittam, a vörös sör nagyon sötét vörös sör volt. A stout az majd kimászott a pohárból, és most fogjuk tesztelni az imperial IPA-t. Az IPA sörök nem a kedvenceim. A Sopron IPA az nekem nagyon nem ízlett. Mondjuk meg tudtam inni, videón azt hiszem nincs fönn, mert amikor már tesztelni akartam, már tudtam, hogy nem ízlik. De ez a különleges pilòtasör. Hívhatjuk úgy is, hogy most a pilòtasört fogom meginni. Ugyanis ez a csávó, ez kibaszottul úgy néz ki, még hogyha való életben nem is az. Let's oil the gears of life. Hát igen, baby, megolajozzuk az élet fogaskerekeit. Úgyhogy ezt a 7,8 alkoholszázalékos IPA típusú sört steampunk csomagolásba le fogjuk tesztelni, hogy milyen az íze, mondjuk egy Sopronihoz, hiszen ugyanaz a típusú sör, ugyanazzal az eljárással, csak mondjuk a Soproni is más minőség, meg a Steam Brew is más minőség. Színre pont olyan, mint egy gyümölcslé. Mintha szénsavas narancslét, mint a Fanta, kicsit sötétebb. Mintha a Fantát sió narancslével összekeverném, pont olyan színe van. A szaga az viszont kibaszottul olyan, mint a Soproni IPA-nak. Hát fogalmazhatnék úgy is, hogy mindjárt be fogok hányni tőle, de így nem beszélünk egy italról. Mások ezt a fajtát szeretik. Na jó, elég is a szavakból, mert elszaporodnak, mint a hangyák. Sok beszédnek sok az alja, aztán nem látszik tőle a pohár alja. Úgyhogy mi azt a pohár alját megnézzük, kevesebb beszéddel, lőjünk be valami ingyenes zenét. Aztán hadd szóljon. És fejeztem. Itt összeadódnak a dolgok. Ugyanaz képzeld el, mint egy Soproni IPA-ba, de kikurtul. Hát erősebb mindene. Ez a pilòtasör, jegyezzétek meg, kurva jól néz ki a csomagolása, de csak az igye meg, aki az IPA típusú söröket imádja. Komolyan mondom, az előző kettőhöz képest ez nekem nagyon rosszul esett. És azért is, mert szoktam három sört meginni egy nap, de ennyire még nem csapott meg, szóval ez durva volt nagyon. Úgyhogy személyes kedvencem ez a vörös sör volt. A második, amit úgy meg lehet inni valahányadik sörnek, hogy oda basszon, ez a kemény fekete sör volt, ez is nagyon meglepő volt. És ez a pilóta sör volt az, ami, hát, hogy is mondjam, meglepő volt, mert meglepően ipás volt. Gondoltam rá, hogy kicsit máshogy fogja hozni a stílót, de ugyanúgy hozta, ahogy ezt kellett. Úgyhogy aki
IPA típusú sör imádó az ezt igya, mert ennek nagyon adni fogja, tényleg ez hozza a szintet, gyerekek. Az, hogy én nem szeretem, és hozza a szintet, az nekem most odabaszott, de nem kell csalódni benne, szóval pont, hogy az átlag sörhöz képest van a vizezett sör, meg van ez, szóval full a másik irányba tolódik el, nyugodtan próbáld ki, hogyha szereted az ilyen típusokat, csak kikurtul savanykás, kesernyés ízű. Na mindegy. Hát akkor, hadd szóljon. Igyátok, vigyázzatok magatokra, videószerkesztő programokat pedig javasoljatok nekem kommentbe, telefonra. Szevasztok!